Sziasztok, újra itt vagyok. Most az autóból jelentkezem, be kellett ülnöm, mert lemerült a telefonom, és most éppen töltöm. Hát nagyobb a forgalom itt, mint a körúton. Folyamatosan még mindig jönnek tüntetők, illetve mennek is. Tehát azért... Na, oké, vagytok egy páron, akkor elkezdek beszélni. Tehát... Azt lehet látni, hogy folyamatosan érkeznek még mindig a tüntetők, bár már minden beszéd elhangzott. Itt hatalmasabb jelenleg a forgalom, mint a körúton napközben. Néha ilyen komplett dugók alakulnak ki. Be kellett ülnöm az autóba, mert eddig bírta a telefonom, és még mindig nincsen power aksim, tehát az a... De lesz, és akkor, hogyha lesz, akkor meg tudom onnantól kezdve oldani, hogy ugye ne történjen ez a lemerülés. Én most meg szeretném azoknak köszönni, akik a Alex, mondom a magamét, VIP csoportban benne vannak, és támogatnak engem anyagilag is abban, hogy tudjak közvetíteni. Ugyanis nekik is köszönhetem azt részben, hogy most itt ülök az autóban, jár a motor, tudom tölteni a telefonomat, és vissza tudok menni, és folytatni tudom tovább a közvetítést. Annyit elmondanék, ez egy új ügy, hogy állítólag a Varjú Lacit megvizsgálták már, és ütés és rugás nyomokat találtak a Varjú Lacin. Ennyit tudok. Ezt a DK-sok egy megafonon keresztül mondták be. Én úgy gondolom, hogy egy kis szerencsével nagyon jó helyre tudtam keveredni a színpad közelébe, így egy remek úgymond közvetítést tudtam nektek adni. Ha gondoljátok, most tudtok tőlem kérdezni dolgokat, mert ugye már mivel van selfie botom nektek köszönhetően, ezért a selfie bot végén volt, az messze volt tőlem úgymond a telefon, tehát nem láttam, hogy mit írtatok, nem tudtam rá reagálni. De viszont bele tudtam mindenkinek szinte az arcába tolni, és ez remek volt. Tehát azt hiszem, a legjobb felvételeket ti kaptátok, itt az Alex, mondom a magamét oldalon. Úgyhogy ennek azért örülök. Én azt kérném, hogy amikor a bentről kijövő képviselők kijöttek azt a videót, a Márki-Zay Péteres videót, amin a Jobbikos is, pártelnök is beszél, osszátok. Tehát az egyel ezelőtti videót osszátok, kérlek szépen, ezerrel, hogy mindenkihez eljusson. Osszátok meg, akár érdekli, akár nem érdekli, osszátok meg mindenkivel. Ezt szeretném tőletek kérni. Nem rólam van szó, nem az én hírnevemről, nekem már azt hiszem van hírem, de hanem arról van szó, gyerekek, hogy hanem arról van szó, hogy eljusson minden emberhez, vidéken is, az, ami itt történt. Az, hogy lesz egy ellenzéki kerekasztal, gyerekek, fel tudjátok fogni? Az, hogy ide minden nap vissza fognak jönni a képviselők, és mi is vissza fogunk jönni. És bár jön a karácsony, eszembe nem jut, hogy a karácsony jön, mert egyfolytában azon pörög az agyam, hogy zárjuk le ezt a nyomorult Orbán rezsimet, vegyük el tőlük a levegőt végre. Írjátok, úgy köszönjétek szépen, én is köszönöm a támogatásokat. Tehát azokat a támogatásokat, amiket tőle kapok, hogy el tudok ide jönni, hogy be tudok ülni az autóba, hogy ezekről tudok közvetíteni, mert az autó benzinnel megy. Én meg ugye vidékről járok. Tehát én köszönöm nektek, hogy segítetek ebben. Hogy az Alex, mondom a magamit, VIP csoportban, ugye ott van a számom, és gondoltok rám. Szeretnék ennél is sokkal jobbat, többet adni nektek, és azon leszek, hogy ez összejöjjön. Ja, imádni azért ne imádjatok. Úgyhogy most egyről az akkumulátor töltődik a telefonomba, ráraktam a töltőre, és amint úgy érzem, hogy vissza tudok menni, akkor vissza fogok menni, és folytatom a közvetítést. Addig nézzétek Mércét, meg a hasonló oldalakat. Ja, még egy nagyon fontos dolog, ami legalább ugyanolyan fontos, mint amiről eddig beszéltem. Az Oktogon csoport kint a Kossuth téren kevesen vannak.
és hozzájuk kellenének emberek napközben, éjszakára, akár egy órára, akár két órára, akár három órára, ki mennyit tud vállalni azért, hogy folyamatosan ott legyen az a kis sátor. Én úgy hívom őket, hogy a demokrácia lángja még lobog a Kossuthon. Erika nem jött el onnét a nép, itt állok, látom, hogy mi történik a Kunigundába. Tehát még egyszer, az Oktogon csoportnak segítsünk kint a Kossuth téren. Ez egy nagyon fontos dolog. Jó, én ezt szeretném tőletek kérni, ezt is légy szíves, próbáljátok eljutatni emberekhez. Látom, csökken a nézőim száma, unjátok, én is unom. Úgyhogy én most elköszönök, próbálom tölteni a telefon aksiját, és találkozunk rövidesen. Ha lesz értelme. Na, sziasztok! Hát el se kellett mennem innét a Kunigundáról. Ugye itt ülök az autóba, töltődik az akkumulátorom, és mint látjátok, a tömeg körbejárta a Kunigundát szerintem. Iszonyú mennyiségű ember. Tehát most mennek vissza az emberek a Kunigundához, csináltak egy kört, vagy nem tudom, vagy esetleg lehet, hogy újabb emberek, nem tudom, de rengetegnek tűnik. Mert előbb ugye a rendőrök már elvonultak innét. Nem tudom, rengeteg ember van most itt. Rengeteg jobbikozászló, hosszú tömött sorokban arra fölfel, ott még mindig jönnek az emberek. És ugye... Igen, én is Zsóka, erre gondolok, hogy körbesétálták a telepet. Nekem az a véleményem, hogy ma többen voltunk, mint tegnap, és én még azt látom, hogy még mindig jönnek ide az emberek. Már alig várom, hogy az akkumulátorom legalább 50%-ig föltöltődjön. Hogy, hát ezek szerint igen, ketté szakadtak, mert egy része elment a Hír TV-hez, egy része itt csinált egy kört. Ilyen kényelmesen sem közvetítettem még, hogy ülök az autóban, és mutatom a dolgokat, de hát akkor, amit látszik, akkor lesz okom, hogy miért megyek vissza, mert még mindig nem fogyott el a tömeg. Igen, most lesz lassabb vége, ahogy nézed, bár a franc tudja. És akkor újra ugye bemennek a... Etus, mi lesz ebből? Szerintem előbb-utóbb el fogunk oda jutni, hogy a tömeg be fog menni valahova. Vagy a Hír TV-be, vagy az MTV a székházához. Tehát... Ráadásul, hogy most így, hogy az ellenzék így egymásra talált... Most már akkor visszaveszem, mert... Tehát ráadásul most már, hogy így az ellenzék egymásra talált, tehát majdnem az, hogy itt a Jobbikos meg az MSZP-s megölelte egymást. Hát gyerekek, nem tudom. Tehát nekem van egy olyan gondolatom, hogyha itt tényleg itt mindjárt egymásra találunk, és összefogunk, úgy, mint annak idején a taxis sztrájknál, amikor az MDF volt ugye az, aki a célpont volt, akkor bizony a fideszesek azok futni fognak. Nagyon úgy gondolom. Jó volt találkozni ismerősökkel, Donáttal, ugye aki a Jánosban volt, Doki, akkor rengeteg baráttal, ismerőssel találkoztam egyébként ma is. Közben én mutatom, hogy mi zajlik, tehát lehet látni, hogy a rendőrök is tettek egy kört. Ha valaki erre jár egy szendvicssel, azt megköszönöm, meg egy tejával, az jó lenne.
Tehát egyelőre még töltés alatt a telefonom, közben az emberek ugye visszaértek a Kunigunda elé. És lehet látni, hogy tehát még mindig jönnek a Flórián tér irányából, tehát vagy az egyes villamos irányából még mindig jönnek emberek, akik nem a tüntetőkkel vonultak, hanem csatlakozni akarnak. És rengeteg a fiatal, na most a fiatalok azért azt tudni kell, hogy dinamikusabbak, mint mondjuk például én. Mert én inkább csak olyan nem dinamikus vagyok. Meglátjuk, mi lesz. Hát egyelőre mondom, én is azt fogom csinálni, hogy üldögélek az autóba, melegszek, nézem a mércét, én is, mert ők élő közvetítést adnak, szívom a cigiket, aztán körülbelül így ennyi, aztán hogyha már lesz annyi szufla, akkor megyek be én is. Tanúság legközelebb fogok magamnak ami kaját is hozni, mert erre nem gondoltam. Tehát folyamatosan lehet látni, hogy jönnek az emberek, mennek is el, de több ember jön, mint aki megy. Hála a Jóistennek. Most mondom, amint az aksim oda jut, hogy tudok menni én is, akkor megyek vissza, és akkor közvetítek tovább. Úgyhogy egyelőre ezekkel a szép villogó képekkel búcsúzom. És ne felejtsétek el, ha valaki erre jár egy szendvicssel, akkor gondoljon rám. Úgyhogy ennyi. Vá, köszönöm szépen! Kaptam egy szendvicset, gyerekek! Ott a jótevőm, ott megy. Leeresztett ablakkal vagyok, és meghallották a szenvedésemet, kaptam egy szendvicset, köszönöm szépen. Na, erről beszéltem, erről a típusú összefogásról, meg szolidaritásról, hogy így kell összefognunk. Megosztjuk egymással a dolgainkat. Valamelyik tévétől van a hölgy, nem tudom kideríteni, hogy melyiktől. És megajándékozott egy szenyával. Ha! Zseniális. Honnét vagy? RTL. Szeretem őket! RTL-es hölgytől kaptam. Támogassátok az RTL-t is. Avagy nézitek. Bár van, ami nézhetetlen rajta, de azért támogassátok. Na! Akkor én most kajálok, megnézem a mércét, és sziasztok! Ha vicces akarnék lenni, azt mondanám, hogy a rendőrök velünk vannak, hiszen folyamatosan blokkolják a forgalmat, össze-vissza a városban a tüntetők előtt. Most éppen a Flórián térnél van a blokkolás. Várom, hogy merre mennek az emberek, sajnos nem töltődött még annyira föl a telefonom, hogy el tudjak indulni, mármint gyalog. Így most egyelőre autóval fogom kísérni a tömeget. Valahogy megoldom. Lehet látni a távoli villogásokból, hogy milyen hatalmas nagy készültségbe mászkálnak a rendőrök. Azért ebben, ugye a fiatalokban ez azért fantasztikus, hogy jól megdolgoztatják őket, tehát azért kiszállni a kocsiba, beszállni a kocsiba, kiszállni a kocsiba, beszállni a kocsiba. Lehet látni, hogy elég hosszan megy a villogás. Szia mindenki, aki nézi!
Csak valaki ide ne írja nekem, hogy meg kéne pucolni a szélvédőt, jó? Hát figyeljetek gyerekek, 10:30 van hétköznap. Köszönöm szépen, Belegi Péter. Köszönöm szépen, Eleonóra. Akik ezt így képesek voltak ideírni, várom őket. Szélvédő mosásra. És közlöm, hogy a hátsó szélvédőm is kozos. Na akkor most megpróbálom magam fölrakni a selfie botra, azt megtámasztani a szélvédőnél, és akkor úgy még izgalmasabb lesz a dolog. Nekiállunk, ugye, mert látom, kedves Marianna, te a hátsó szélvédőt is meg szeretnéd pucolni. Tudom, vagy rögzíteni, csak nem akar ott maradni a kis mocsi. De mindjárt kiszúrunk vele. Na, így látok valamit? Valamit látok ti is. Na, akkor el tudok indulni. Na, akkor a rendőrök nyomába esek. Az a nagy szomorúsága, hogy több irányba mennek a rendőrök. A Flóriánnál vagyok. Várjátok, próbálok valami képet csinálni.
Itt vagyok, csak egy kicsit a technikát akarom javítani. Csak a szemüveg nincs rajtam. Nehéz így kínlódni magammal. Na most körülbelül úgy néz ki, hogy elvileg erre fognak jönni a tüntetők, bár ez nem biztos. Próbálom megelőzni a rendőröket, úgyhogy néha ugye a kezemben lesz a telefon, meg néha leraklak benneteket, és akkor nem látok semmit, legfeljebb engem. De valahogy próbálom megoldani azt, hogy a tüntetők elé kerüljek. Aha, egy rendőrautó már itt van. Hát ott be fog ragadni az a rendőrautó. Most egyelőre semmi nincs. Most én is így elbizonyítottam, hogy menjek a rendőrautó után. Mondjuk másfele nagyon nem is tudok menni. Ez nem rendőrautó volt, de az is arra megy. Ez se rendőrautó, meg ez se. De szerintem mennek föl a Bécsire. Úgyhogy akkor szerintem én is oda fölmegyek. Úgyhogy akkor megint jó öreg szelfibot. Berakom ebbe a cuccost. Nem csak benneteket szórakoztatlak, magamat is. Na. Akkor így valahogy a selfie-bot így előre rakva. Hát gyerekek, ferde lesz a kép, de hát ez van. Aztán, hogyha valami olyasmit látok, hát le ne essél nekem innen. Aha. Semmit nem láttam. A szemüveget leveszem, mert az meg vezetéshez nem kell. Félre fogok állni, valami információt tessek tőletek, hogy merre tartanak a tüntetők. Akkor most megint fölveszem a szemüvegemet, aztán visszarakom. Egy kicsit macerás. Már a Bécsi után járnak, oké. Okay. Ha azt tetszik, na beszélgessetek nyugodtan, én is el vagyok ti is. Érezzétek otthon magatokat az oldalamon. Beszélgessetek egymással.
Hát sziasztok, szépen kívánok innét a Kossuth térről. Ahogy ígértem, én kijövök, és kint leszek, hát rendőri készültség az van, tüntető az nincs. Zene van. Szép estét, uraim! Hát lehet, jó? Jó, nem kell megijedni, nem kell megnémulni. Nem megijedve, valaki megijed. Lenne egy kérésem. Csinálhatnék föltől felvételt? Nem. Miért? Azért, mert nem érve senki ezen a vonalon. Mármint oda is lehet elmenni? Nem. Nagyon szép felvételeket lehet innen is csinálni. Hát de hátulról érdekesebb lenne. Tehát innen megfogja és felemelje a kamerát, és ugyanolyan, mint a lépcsőn áll. Lehet, hogy érdekesebb lenne, de nem megy be. Oda is lehet elmenni? Értem, magyarul értem. Én értem, csak próbálkozni lehet, nem? Lehet, hát én meg elmondom, hogy lehet. Jó, oké. Okay. Se idáig, se oda, innen, tökéletes, gyönyörű felvételeket tud csinálni. Bárhonnan, bármilyen. Pedig úgy elképzeltem, hogy az oroszlán hátáról, vagy esetleg a gyakából. Ezt nem képzeltem, de hát most ez úgy maradt. Jaj, de szomorú vagyok. Ugye? És hogyha maga kísér, úgy se lehet, mehetek? Nem. Egyik kollega sem kísér. Szomorú. Pedig én megpróbáltam, gyerekek, de hát nem fogok az oroszlán hátáról nektek felvételt mutatni. További szép estét. De mi volt előbb ez a rámozdulás, hogy meglepődtem, mentem oda, hogy teljesen normálisra. Ja, csak nem látszik. Nem, ez az nem látszik, ez a probléma. Olyan, mint egy láncszer. De most azért, hogy az elmúlt napokat nézve nem munkás, az egész. Én nem tudom. Jaj, nem tudja. Próbálok a rendőr úrral csevegni, de nem jön össze. Nem válaszolhat, vagy nem akar válaszolni? Dönts el magad. Oké. Okay. Hányos? Gyerekek, itt van egy képzeletbeli vonal, attól a rendőrtől, attól a rendőrig, de meg a többi rendőrig is. És itt ez a vonal az, amit neked nem szabad átlépni, senkinek. Ez az úgynevezett védelmi vonal, ezt most megtanultam. Hát akkor próbáljuk ismerősöket találni. Sziasztok! Eddig ismerősök még nem voltak. A legjobb tudomásom szerint ez most egy meghirdetett tüntike egyébként, de hát... Hát ennyi! Tehát erről beszéltem, gyerekek, vagyis írtam, hogy amikor a politikusok arról beszélnek, hogy majd januárban folytatjuk, akkor ennek ez lesz a vége. Na, tegnap elfáradtak az emberek a Kunigundánál, úgy gondolják, hogy... Ja, egy csapat egyébként elindult a Margit híd felé, igen. De hát van egy... Na, akkor mesélj, de én nem voltam kéne most értek. Semmit nem tudok én sem mesélni, mert hogy... De mekkora csapat? Kis csapat, nem nagy tudom, csapat? Nem tudom, én is csak ennyit hallottam, hogy elindultak a Margit híd felé, és hogy meglátják, hogy merre tovább. És hogy azt sem tudom, hogy igők, tehát... Jó, akkor érdeklődök, hát ha tudok van. Megkérdezem a rendőr urakat, hát ők jobban tudok. Hát, hogy ő biztos jobban tudják. Most itt már nem kell ütni. Bocs? Na, akkor megint megyek ki a sátorból, bocsika. Köszönöm szépen, az ajtót kinyitják nekem. Látjátok, már úr vagyok. Ennyi. Ennyit. Csak a oké, okay, köszönöm szépen. Mi mióta vagyok? Hát én tudom. Jó, oké, okay, akkor próbálkozom tovább, aki háza valaki. Sziasztok, valaki nekem tud felvilágosítást adni, hogy valamilyen csoportájtól elment innét a Margit híd irányába? Elmentek valóban, egy 20 perc, de nem tudom, hogy lesz velük. És hány fő? 5 fő? 2 fő? Hát ilyen 30 szerintem. Jó, tehát elvileg egy 30 fős csoport elment a Margit híd irányába, hogy abból mi lesz, azt nem tudni.
nyertek a Kossuthra, tényleg jó az idő. Tehát úgy azt mondom, hogy az elmúlt 6 napból most van a legjobb idő. Szóval egyszerűen melegen van. Akkor megint fölmegyek a képzeletbeli vonalig. Ha, még a Jászóhoz sem tudok oda menni, pedig oda akartam menni, ez van. Végtelenül szomorú vagyok. Gyerekek, adjatok tippet, mit csináljak, hogy szórakoztassalak benneteket, hányjak cigánykereket, vagy csak magamat el. Várjatok, fölteszem a szemüveget is. Oké, köszönöm szépen. De mi kín a Kunigundánál vannak a tüntetők? Kedves Éva Soltész, a Kunigundánál vannak kint a tüntetők? Szóval akkor a Kunigunda. Jó. Akkor megnézzük, mi van a Kunigundánál. Akkor elbúcsúzom most, és akkor megyek a Kunigundához, aztán megnézem, hogy mi van. Sziasztok! Hajam, biztos jó, gyönyörű. Aha, jó est. Jó lesz. Várok, most arra várok, hogy egyáltalán megjelenjen az, hogy valaki nézi. Helyettem. Mert ugye élőben vagyunk. Ez változó szokott lenni, általában amit mutatok, egy kis Kossuth teret. Aha, már van két ember. Oké, 7 ember. Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek innét az Oktogonról, Kossuth térről, szép estét. Beszélgetni társam ismét Kis Géza, az Oktogon csoportnak a jelenlegi vezetője. Vagy te gondolom ezt másképp mondanád, én ezt így tudom mondani. Szóljatok majd vissza, hogy milyen a hang, jó? És akkor most légy szíves. Hangpróba 1-2, remélem, hogy jó lesz. Valamit reagáljatok, Nézi. Milyen a hang? Valami reakció, gyerekek, légy szíves. Nincs még reakció, senki. Legalább egy lájkot nyomjatok, hogy hallotok, vagy valami. Oké, lájkok vannak, akkor elvileg van a hang. Oké, jó a hang. Oké. Tehát Géza, az Oktogon csoport jelenlegi vezetője, arról szeretne bennünket tájékoztatni, hogy holnap például itt a Kossuthon milyen program lesz. Tehát az Oktogon közösség, és nem az egyik vezetője vagyok, hanem itt most jelenleg ennek a demonstrációnak az egyik társ szervezője. Tehát itt nálunk úgy, mint olyan, hogy vezető nem nagyon van, hanem közösen demokratikusan hozunk meg mindig mindenféle döntést, hogy sátorra vonulunk-e, a szekérre vonulunk-e. A holnapi nap is ugye úgy alakul, hogy a hangtechnikát mi adjuk egy este 9 órakor tartandó két punk együttesnek, a Counter Cockwise-nak, akik hát viszonylag lendületes zenét vannak adni, bár ők azt mondták, hogy most akusztikusak lesznek, tehát nem lesz ez a nagyon durva zúzós, és hát ennyit tudnék erre a holnapi napra mondani. Most jelen pillanatban most felbukkant az első tüntetőnk, aki egyedül szinte már megdönti a hatalmat. No, hát akkor legyenek a kérdések, jöjjenek. Bár. Jó. Én azt feszegettem, mielőtt elkezdtük volna ezt az interjút, hogy
miért lenne érdemes embereknek, vagy mi érdekük lenne embereknek abban, hogy csatlakozzanak az Oktogon közösséghez? Hát érdemes megnézni az Oktogon közösségnek a Facebook oldalát, ahol viszonylag színes hírek vannak, mindenféle eseményekre, amiket mi rendezünk, ugye itt nagyon érdekes, nagyon furcsa egyébként egy egyetlen kiabáló ember mellett beszélni, viszonylag zavaró, de na, hát akkor gyerünk tovább, tehát csatlakozni. Hát ki szeretne tenni valamit azért a hétköznapokon túl, a pötyögéseken túl, a számítógép pötyögéseken túl, egy kicsit cselekedni, hogy jobb legyen ez az ország, hogy ez a rezsim, ami itt van mellettünk ebben az ország házában. Akkor meg is mutatom. A mellékben. Itt van. De ne ezek legyenek bent, illetve hát, hogyha még ők is maradnának, vagy maradéka itt maradna, normálisan dolgozzanak velünk együtt. Tehát mi vagyunk a nép, mi vagyunk azok, akikért dolgoznak, a mi adónkból, nekünk értünk. Nem magukért, nem a saját maguknak, hanem nekünk. Mi vagyunk. Itt vagyok a Tróger munkás, ott van a dühös ember. Aki most éppen nincs itt, de... Most lejelmézve ott beszélget, de most mindegy is. Ő se véletlenül dühös, valószínű olyan sérelem érte, olyan bántódás ettől a rendszertől, hogy ki jött ide is tiltakozik, akár egyedül is, de lehetünk több ezeren is egyébként. A Bakos Árpád kérdezi, hogy egy ember tüntet, hát jelenleg egy, meg mondjuk Géza is még egy, meg mondjuk én is még egy vagyok, akkor már hárman vagyunk. Bejelent egy demonstráció, ugye gyakorlatilag itt, hogyha csak simán egyedül maga a sátor szólt magába, akkor is ez a terület biztosított erre. Ez egy nagyon érdekes helyzet, ami most van, ez nem tüntetés, ami itt van, hanem demonstráció, tehát folyamatosan jelen vagyunk itt. Január 1-ig bármi megtörtént, jöhet több ezer ember, lehet egy üvöltöző, teljesen mindegy, egyébként a folyamatos jelenlét a nagyon fontos. Ennek a rendszernek egy... Másodperc, mi az, amit tudtok biztosítani az embereknek? Bárki például elmondhatja Bújár Bálatát, és ez a technikát adjátok? Így van. Szabad mikrofon van, tehát egészen nyugodtan ide lehet jönni, és hogyha van egy összeszedett beszéd, vagy kútfőből, ha sikerül, akkor mikrofon, kirakjuk, 5000 watt, lehet szépen sok embernek elmondani, és akkor ugye gyakorlatilag így akkor kijön az az emberekből, aminek ki kell jönnie. De itt nem áll meg a történet, mert a hatalom ezt szeretné, hogy kijöjjön csak simán, de elkezdődhet egy párbeszéd egymással. Beszélgessünk, hogy mit lehet tenni, mit lehet tenni. Egy pillanatra, bocsánat, szólok a zene miatt. Oké. Tehát... Nem bánom, hogy vége. Addig, amíg Géza elment szólni a zene miatt, hogy egy kicsit menjenek belőle vissza, addig mutatom, hogy a bejelentett demonstráció jelenleg egy ember, és visszavonultak a rendőrök. Úgy látszik most már ezt a láthatatlan demarkációs vonalat, amit eddig nem léphettem át, tessék, átléptem, és... Újjé, itt vagyok, most már följebb lehet jönni? Most már ez megszűnt itt az a... Elmentek a kollégák, akkor így... Akkor följebb lehet jönni, ugye? Jó, akkor most idáig föl lehet jönni. Akkor most így... Én felszólítanak most, hogy tovább ne menjél, mert én vagyok a demonstráció egyik szervezője, és megkérlek szépen, hogy akkor ezen túl ne menjél. Oké, nem megyek ezen túl. Szót fogadok. Oké, fáradtnak tűnsz egyébként, nem vagyok fáradt, pont jó, kipihentem magam, és ugye pont egy ilyen, van egy ilyen pont, ez a rész, hogy átmehetünk, nem mehetünk, hát nem itt kell eldőlni a dolgoknak, én úgy gondolom, hanem fejben, nagyon-nagyon-nagyon okosan eldöntve, mit lehet tenni erőszakmentesen, hogy lehet a hétköznapokban változtatni ezzel a rendszeren, ez lenne a legfontosabb. Hát leváltani kéne. Tehát... Jó, de annak is megvan a módja. Itt kérdezik, hogy Hyde Park, igen, hát erről van szó, tulajdonképpen az. Tulajdonképpen az, hogy most ott van az az ember, és ugye kiabálja, hogy mocskos Fidesz, ebben maximálisan egyetértünk, és itt vannak ugye a rendőrök, akik ezt nézik, ők lehet, hogy nem értenek vele egyet, legalábbis ennek jelét nem látjuk, és... Nem is feladatok nekik. És most itt megvan ez a lehetőség, hogy itt a Kossuth téren bárki eljöjjön ide, és nem fognak lefújni, most nincs, még spésen állunk, tehát bárki, aki akarja, el tud ide jönni, el tudja mondani a véleményét. Tulajdonképpen Zoliék, illetve a közösség ehhez biztosítja a lehetőséget, és ez kulturált keretek között megteheti. De, mint beszéltük, akár egy önálló színpadi produkciót, akár bármit elő lehet itt adni, performance-ról kezdve, ami bárkinek... Most is volt egy nagyon jó koncert az előbb, nagyon speciális, kicsit ilyen sámán jellegű, ilyen forradalmi dalok, spanyolul.
ami sikerül, tehát ami jön, nyugodtan, itt tényleg a szabad mikrofon nagyon fontos, nyugodtan mondják el emberek a véleményüket, és ugye azon túl, hogy elmondják, gondolkodhatnak is együtt. A sátor fűtőt be lehet jönni, beszélgetünk, van nagyon finom teánk, és az elkövetkező hónapoknak a zajlásait azt itt egyébként nagyjából végig lehet gondolni. Mire van szükségetek? Élelmiszer nagyon sok van, nagyon sok, és nem győzünk eléggé hálásak lenni. Nagyon-nagyon zsíros kenyér hagymával, ilyeneket kapunk. Milyen jó az. De milyen jó az bizony, akkor sült hústól kezdve, tényleg uborkák, hát én nem is, múltkor egy fél csalamádét hoztak, én nem hittem el, nézem, hanem azt a mindenségét neki. De nagyon-nagyon megköszöntük, tea, liter számra. Mi is kéne igazániból, mindenünk van, de mindent elfogadunk, nagyon-nagyon jó szívvel. Köszönjük szépen, hogyha bármit, egy pogácsás nénik, olyan aranyosak, sütik, otthon is ide hozzák. Anyagi támogatásra szükségetek lenne? Van egy ilyen adománydoboz igazániból, 1-200 forintot bedob így véletlenül, akkor azt, hogy megköszönjük igazániból, annyira nem szükséges, van egy agregátorunk, ami biztosítja szabadon az áramot, tehát nem szorulunk rá, hogy a parlamenttől kiadjanak áramot, vagy akármelyik ilyen, nem szorulunk rá ilyesmire, ez egy autonóm színpad, ez teljesen magától leüzemel itt a főtéren. Elmondanád azt, hogy a rendőrök hogyan viszonyultak hozzátok? Tehát itt azért elég heves megmozdulások voltak az elmúlt napokban a Kossuth téren, múlt hét szerdától, ugye szerda csütörtök péntek volt, amikor volt megmozdulás, és utána már a Kunigundához tevődött, tehát a program, hogy így nevezzem. Benneteket érte bármilyen atrocitás a rendőrök nem. részéről? Van egy korrekt kapcsolat van a rendőri vezetéssel, egy korrekt. Nem alámenős, nem felémenős. Van egy egyenrangú beszélgetés. Információcsere csak a legszükségesebbek. Az igazság, hogy ők azért vannak, hogyha gáz van. Ez egy békés demonstráció. Benneteket kellett már esetleg megvédeni a rendőröket? Nem, még nem. Tehát mondjuk fideszes, elvakult fideszesek sem jöttek ide, hogy zaklassanak benneteket. Voltak, de hát amíg a szavak ereje elég, addig az elég. Nem kell, eddig még nem szóltunk rendőröknek, hogy segítsenek. Ha ki szeretne csatlakozni hozzátok az Oktogon közösséghez, miben vagytok esetleg mások, mint a többiek, mivel tudtok esetleg mást adni az embereknek, tudsz erről valamit mondani? Tehát normális békeidőben nem is lenne szükség az Oktogon közösségre, ez azért jött létre, mert egy szabad felületet szeretnénk adni a civil állampolgároknak, hogy megnyilvánulhassanak, hogy beszálljanak egy olyan csapatba, amelyik tevőlegesen is cselekszik, oda megyünk, koncert, szónoklatok, nem egy komolyabb szónoklatot biztosítottunk már a színpadtechnikánkkal. Van egy elég jó színpadtechnikánk, foragorulunk, fél óra alatt ott vagyunk bárhol városban. Bedugjuk a kis agregátorunkat, nem szorulunk áramra, és mindenki megkapja a mikrofonját és mondja. Tehát ehhez. Mi a kérdés további része? Miben tudtok más? Tehát, miben vagyunk mások, mint a többiek? Hát ez részben, illetve akkor elővezetem a többit, amiről beszélgettünk még itt előtte, hogy nagyon sokan ugye úgy élik meg, amikor meghallják azt, hogy itt a Kossuthon szól a zene, hogy igen, mert hogy bulika, mert ebből tüntik-e? Nem lesz tüntik-e. Hogy képzelitek, hogy így el lehet zavarni az Orbánt, amikor ez csak táncóra itt kint a Kossuthon éjszaka? Hát igen, te a parti. Te a parti, igen. Na hát az van, hogy ez itt egy információs központ. Tehát ide lehet jönni, a bulika, a tüntike mellett lehet beszélgetni és információt cserélni, ez nagyon fontos szerintem. Jelen pillanatban Budapesten ez az egyetlen ellenzéki pont, ahol ide jössz és itt vagyunk. Ez tényleg egy lényeges információ szerintem, hogy tehát itt most nem pártirodákra gondolunk. Hajrá Oktogon közösség, közben ide lett írva. Köszönjük. Tehát én mondjuk, amit el tudok mondani, én azért láttam azt, hogy jöttek ide hozzátok a ligetesektől, jöttek ide a Tuaregféle csoportosulástól, és jöttek más közösségektől is, és mindenkivel jó a viszony, legalábbis erre törekedtek. Aki segítséget kér, annak próbáltok segítséget adni. Nyilvánvaló, hogy a szélsőséges dolgokat elutasítjátok. Abszolút. Az erőszakos megnyilvánulásokat, szélsőséges nézeteket abszolút elutasítjuk.
Tehát ami itt volt, itt, amik a rendőröket, amikor megdobálták üvegekkel, az pontosan behatárolható kis csoportok voltak, 20-30 fős, spontán tüntetők, akikhez közünk nem volt. De fogta, becsatlakoztak, le is állítottuk ott akkor a tüntetést, mi. Aha. Tehát ezt egyébként meg lehet csinálni, hogy kijössz ide, foglalod január 1-ig a teret, területet, és akkor egyszer csak azt mondod, hogy hopp, most akkor nem, és akkor hopp, most meg igen. Tehát... De nem úgy van, ez egy komolyabb tárgyalás sorozat, ez ilyen könnyen nem megy, és igazándiból az úgy van, hogy lebegett a levegőbe az, hogy felfüggesz-e vagy nem. Felfüggesztés és a leállítás között óriási különbség van, leállítom, akkor le van, akkor vonulunk lefele, felfüggesztésnél nem tudjuk. Jelen pillanatban az történt, hogy fontolgattuk erősen, hogy felfüggesztjük. Aha. Mert akkor gyakorlatilag onnantól kezdve, ugye, hogy is mondjam, a felelősség. Tényleg, az is érdekelne, hogy a tüntetők a ti értéktárgyaitokban tettek kárt? Még nem. Még nem. Még nem. Az is igaz, amikor elkezdjük egy ilyen komolyabb partok, akkor beviszünk mindent a sátorba. Ez abszolút védett terület. Nyilván azt is azért össze lehet törni. Reméljük, hogy erre sose kerül sor, mert ez gyakorlatilag most akármennyire is nevetséges, még ezek a szélsőséges elemek ér is van. Nem kötelező ilyen embereknek lenni, vagy ilyenné válni, most meg fogom törölni az orvosat. Kedves Ricsi, a rendőrök nem fognak nekem interjút adni, tehát ebben ne is reménykedjél. Ricsi. Igen, látom, olvasom a kérdéseket is. Milyen Ricsi? Tehát a rendőrök azok ott vannak, ők védik a parlament bejáratát, és nagy valószínűséggel nem fognak nekem interjút adni, pláne nem szolgálatban, tehát ezt azért tudni kell. No, van-e még, amit szeretnél elmondani? Tehát akkor holnap két együttes fog itt fellépni? Egy együttes fog fellépni, egyetlen egyről tudunk, a Counterclockwise-ról, mondjuk a skate punk együttes, viszonylag zúzós zenét nyomnak, deszkásoknak. Aktualitás is egyébként, ugye az egyik deszkás fiú, aki pórulját most nem olyan nagyon régen, 3 napja, amikor véletlenül letörte a visszapillantóját annak a rendőrautónak, annak pedig vele zsuppolva. Viszonylag kemény módszerek voltak ott, a rendőrök részéről sajnos mindenki el van fáradva, úgy látom egy kicsit, meg évvége van, meg mindenki már bevásárolná az ajándékcsomagját, de hát sajnos most ezek ilyen idők most, jelen pillanatban. Hát, hogyha például visszagondolunk 89-re, amikor a román diktátor és kedves párja december 25-én lett kivégezve, hogyha jól emlékszem, akkor... Elég el nem ítélhető módon csinálták egyébként, az én szerint magánvéleménye. Igen. Ahogy történt, ott nem volt tárgyalás rendes. Tehát igen, de ennek ellenére akkor a románok nem azt nézték, hogy karácsony van, hanem kiálltak azért, amit gondoltak, tették ezt akár helyesen vagy helytelenül, tehát nekünk is valahogy így kéne. És magam is arra számítottam, hogy lesz ma itt kint valami, hiszen meg volt hirdetve egy rendezvény ide 17 órára. Volt is. Mi körülbelül hány fő? Nagy 200. Aha. Hát egy komolyabb, egy beszédet mondott el egy fiatal férfi, Nyárai úr, aki hogy az egyetemmel, az oktatással kapcsolatos aggájait osztotta meg az emberekkel. De jó beszélt tényleg, bár mondta, hogy hát így lámpalázas, mert először csinál ilyet, mert ő neki nem ez a dolga, mert ő tanul, mert ő fiatal, ő neki nem ezzel kéne foglalkozni. De hát végülis van egy annyi láng volt a lelkében, hogy szépen azért még csak elmondja. És az a 200 fő az utána feloszlott, vagy mi lett? Nem tudom, hogy lett utána, azt hiszem utána jött a koncert nem olyan sokára rá, megvártak, akkor lement a koncert, és akkor ennyi, valahogy így történt a mai nap. Nem tudok hozzáfűzni többet. Oké. Okay. Jönnek az emberek, mennek, valamikor random 5000 ember van itt, valamikor 30. Értem. Amit még meg szeretnék kérdezni tőled, hogy éjszaka is kint vagytok, ugye? És amit 24 órás. Hol vagytok és kik vagytok? Hát akkor mondjuk el még egyszer a most becsatlakozóknak, az Oktogó közösség. Kossuth Lajos tér kellős közepe, a parlament főbejáratával szemben, és mi vagyunk az Oktogó közösség, akik technikai hátteret és mindenféle lelki támogatást adunk azoknak az embereknek, akik szeretnének hozzátenni vagy elvenni ebből a rendszerből. Vagy rendszerhez, vagy rendszer helyett. Nem értem a kérdőjeleket, tehát Oktogó között...